egy időszak, amidőn én nap lapot keverve gártyáztam én. Káró kör, bubi királynő, töprengve Isten természetén. Az egyik lap a másik fölé, töprengve Isten természetén. És volt egy időszak, mikor a holdat mindent felejtve bámultam én. Klári, Edith és Velkei Margit, az egyik lépett a másik elé. Az egyik lány ment a másik mögé, az egyik lépett a másik elé. És jöttek éjek, világűrmélyek, hogy egymást cserélték asztallapok. Ömlött a bor, sok társaság volt, kezemről az órát elvesztve rég. Bámultam az idő természetét, kezemről az órát elvesztve rég. Egy kis szembesítés a múlttal. Szívesen. Szerettem őket már nagyon. Mindig is szerettem őket, de most olyan kis családnak tűnik már az egész, mikor így én is néha, mert megvan, ritka kivételképpen megvan mindegyikből egy darab, és olyan furcsa nézni őket. Hát azért benne van egy múlt 27 év. Tegyük sorrendbe őket, hogyha lehet. Én tudom. A levél nővéremnek volt az első, Antoine Desiré a második, a fehér babák a harmadik, műcsarnok, frontátvonulás. A frontátvonulás után jött a jóslat, nem, a hát itt nem tudom, hogy a jóslat és az utóirat. Nem teljes a gyűjtemény. Nem, mert itt hiányzik a vasárnapi nép, aztán itt hiányzik az új dalok, hiányzik a nyugati pályaudvar, az csak CD-n jelent meg, és itt van a telihold dalai. Jaj, a levél nővéremnek kettő, igen, és a telihold dalai. Így, azt hiszem, nem tudom hány van, 12 vagy 13. Ez sorrend most. A jóslaton van egy dalod, a gyermekkoromról szóló. Arra emlékszel? Csak nagyon. Még egyszer, gyere elő, résből, hol elbújtál gyermekkorom. Csak kő legyek, csak bogár legyek, és engedj újra füveiddel játszanom. Még egyszer, csak bújj elő, kő alatt rejtőzködő, félelmes álmoskodom. Mindegyiket szeretem, Bereményi Géza is szokta mondani, és én is úgy vagyok vele. Ez szinte jött, hogy úgy határozzuk meg a dalokat, mint a gyerekek lennének. Hát melyik szülő nem tud a gyerekéről egyet mást. Tudom a hibáikat, tudom az erényeiket. Persze, ami a hangulatom van, azt szerint szeretem jobban egyiket a másiknál. Pesten születtél, az milyen volt? Hát csak Budapesten születtem meg, én Tordason laktam egy kis faluban. És a Bakács téren születtem meg, a sztálingrádi csata tombolt éppen akkoriban, 43-ban volt ez. Én Budapestet aztán 10-valahány éves koromban láttam először, nagyon furcsának tűnt a város. Villamosok mentek rajta, szörnyű magas házak voltak, rengeteg ember. És akkor volt mindenféle kő alatt rejtőzködés? Nem, az én gyermekkorom az egy falu. Az egy falu, patakpart, erdők, rókaikat, templomtornyok, agoly, fészkek, vércsefészkek. Folytattam volna, hogy füvekkel való játszást, de ezek szerint erről van szó. Hát mindent csinált. Én úgy éltem, mint egy falusi fiú, és hát ráadásul nem is a faluban bent, hanem a falu határán túl. Olyan magányosan laktam ott édesanyámon, mert édesapám Pesten dolgozott már akkor. Rengeteg emlék szorul bele azokba az időkbe. Veszélyes dolog visszamenni oda. Nagyon?
fölkavarja az embert. Én voltam talán vagy háromszor vagy négyszer is arra, és nagyon az is fölkavar, hogyha megváltoztak dolgok, és az is, hogyha ugyanúgy van. Hogy lettél tanár? Hát nem akartam tanár lenni soha. Képzőművészeti főiskolára jelentkeztem sokszor. Végül fölvettek egy ilyen rendkívüli tagozatra, de előtte elvégeztem a tanítóképzőt, meg a tanárképzőt, és az akkori időkben, a 60-as években nem nagyon lehetett kukoricázni, dolgozni kellett, valamit kellett csinálni. Voltam nevelőtanár, voltam tanító Perkátán vidéken, aztán felkerültem Budapestre, és egy általános iskolában lettem tanár kényszerből, közben festettem, rajzoltam, énekeltem, még mindig ostromoltam a képzőművészeti főiskolát, és közben megszerettem a tanítást. Nagyon furcsa dolog volt tanítani. Kőbányai általános iskolában tanítottam. Üllői út 118? Üllői út 118, igen. Megszerettem a gyerekeket, furcsa íze volt annak, hogy egyszer csak tanítok. Talán szerencsés is volt, hogy én nem akartam, mert nem voltak illúzióim. Egyszer csak rá kaptam az ízére, hogy milyen nagyszerű dolog a gyerekeket arra tanítgatni, hogy mi a szép, hogy miért jó a piros meg a zöld együtt, és miért nem kedves a piros meg a kék. Szóval egyáltalán egy ilyen dolgokra meg lehet tanítani a gyerekeket, az ártatlan és még érintetlen gyerekeket. A fele cigány volt egyébként, annak a másik fele magyar, annak az iskolának, és elég vad hely volt, és ott rajzott tanítani egy külön élmény, mert a legvásottabb gyerek is gyönyörűen rajzol, és ha ügyes a rajztanár, és nem egy köcsögött másoltat, vagy rajzoltat, hanem mesét, vagy történetek. Szóval, ha jó csapdákat állít egy tanár, akkor a gyerekek a legvadabb kamasz, és mindent lerajzol és kiszínez. Nagy élmény volt. Akkor legyünk stílusosak, hogyha tanítás és cigány gyermekek tanítása, akkor és 10 év múlva. Hát, akkor még a daloknak nyoma sem volt. Én otthon, amikor hazamentem a tanításból, akkor a gitárt piszkáltam, énekeltem magamnak magnóra, angolul költöttem hozzá szöveget. Próbáltam keresgélni magyar költőket, melyik szöveget lehetne. Mert én azt éreztem, hogy az én angol szövegeim, hát az semmire nem jó. Akkor még nem volt nyoma sem annak, hogy én valaha a gitárral együtt a lakás ajtaján kívül még mutatkozni fogok. Nem is gondoltam arra, hogy 10 év múlva ne ez a dal legyen, tehát hogy ne ez legyen a sorsom. Eléggé elégedett voltam azzal, hogy tanítok, mert közben azért festettem, közben rajzoltam, szóval közben éltem egy másik életet. Budapesten akkor volt egy nagyon tartalmas, izgalmas világ, Erdély Miklós, Pilinszky, Jancsó Miklós, nyüzsgött a kultúra azért, szóval, és az ember a szerencsés szimat esetén rábukkant azokra a helyekre, meg helyzetekre, ahol tartalmasan lehetett élni, miközben én a tanítást is tartalmasnak tekintettem, de mondjuk nem volt életcélom. Bárcsak, van itt egy dalszöveg, emlékszel rá? 60-as években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma. Hogy van tovább? Emlékszem, átmentünk. Emlékszem, Almádiból Siófokra erem. Ó a régi, ó a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajónk. Ó a régi, ó a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon. És akkor van egy ilyen folytatás, hogy a 60-as években fellazult tételben fogalmazódott meg a világ, Kafkában, Szárdban és távoli bölcsekben csodálta meg ennen magát. Ilyen volt? Ilyen volt. Hát stoppal jártunk a Balatonra, pár forinttal a zsebünkbe, lángost tettünk, lányokat néztünk. 12-en? Volt olyan is, hogy 12-en, ez szép lakom volt. Rengeteg élmény köt a déli parthoz. Aztán később életemben valahogy az északi partra vetett a hullám. Almádiból tiltott ki a rendőrség tisztelés miatt.
Hát ott visztelés, ez egy komoly bűn volt egy időben. És aztán valahogy az északi partra kerültem, most is ott vagyunk az északi parton. De a déli nekem mindig kedves lesz, a legkedvesebb emlékek valahogy ott Földvár, Lelle, meg a szép lakok, alsók, felsők, Hableány. Éttermek jutnak eszembe, utcanevek, lányok miniszoknyáját látom. Szép idők voltak. 70-es évek, még ugyanebből a dalból, hogy vannak? Azt mondja, hogy távoli gyűrűben konszolidáció. Konszolidációt hullámzott a szép Balaton. Emlékszem, átmentünk Béla területről, Révfülökre egy nyári napon. Hát olyan időket éltünk, a kádári korszak, ehettünk forradalom leverve. Az emberek ettek, már-már nyaraltak, kis vityillókba ellehettek a parton, konszolidált idő volt. A fiatalokat is engedték, hát nem nagyon, twistelni már nem lehetett, azért már ki lehetett tiltani valakit egy városból. De azért lehetett, tehát egy konszolidált, ma mosolyogva azt mondjuk, hogy a kádári konszolidáció éveiben voltunk akkor. És megjelenhetett az első lemezed? Megjelenhetett az első lemezünk, ugye közben halt egy nagy történet az életemben, hogy egy Bereménye Géza nevű fickóval, akkor még csak azt tudtam, hogy egy fickó, mert egy éjszakai csatangolásunk alkalmával oda mentem egy társasághoz, ahol volt köztük ismerős, és ott egy fiúval összeismerkedtem, ez Bereményi Gézának hívták, mondta ő, hogy ő Bereményi Géza, és hogy hallotta, hogy én írok dallamokat magamnak, és hogy ő arra írna magyar szöveget. Hát ez megtörtént. Egy lakásba költöztünk, annyira beleszerettünk a dalírásba, és éjjel-nappal írtunk dalokat, mintha valaki rá döbben arra, hogy ő bélyeggyűjtő akart egész életében lenni, és akkor mással se foglalkozik, mint bélyeget gyűjtni. Mi így írtuk a dalokat. Egy év alatt írtunk valami 150-et, de nem számra írtuk, hanem óriási mennyiséget. És hát közben kiderült, hogy én már nem fogok tanítani, hanem a tanítást majd abba kell hagyni, mert vagy dal van, vagy a reggel 6-kor kelés és folyosó ügyelet. Mert közben a 25. színházhoz kerültünk, Gyurkó László, meg Jancsó Miklós, Berek Katiék, felfedezték ezeket a dalokat, tehát hosszú nóta, hogy milyen apró cseprő úton módon, de a dalok közönség elé kerültek, miközben mi nem arra szántuk, mi meg is voltunk sértődve a világra eléggé. Tehát nem akartuk mi ezeket énekelni, mert az a világ nem úgy tűnt, hogy az jó világ, és mi abban nem nagyon akartunk működni. De hát a dalok egyszerűen helyet követeltek maguknak. És aztán, mint derült égből a villámcsapás, egy akkori nagy mogul, egy hanglemezgyári illetékes egyszer csak odajött, és azt mondta, hogy fiúk, két hét múlva stúdió. Ez pont a Levél nővéremnek idején történt, amikor Másik Jánossal, meg Bereményi Gézával a Levél nővéremnek írtuk. Az első levelet Irénnek. Hát 1975-ben, 76-ban, és Bereményi Géza, ő találta ki, hogy ez lesz a forma. Hogy miután ezek a dalok úgyis azóta is mindig üzenetek a többieknek, akik nincsenek itt a szomszédban, egy kicsit arrébb vannak 20-30 vagy 200 vagy 2000 kilométerre, olyan üzenet jellegük van, mindig egy helyzetet regisztrálnak, tehát hogy így vagyunk mi, most albérletet cserélek, most volt egy nőm, most elváltam, most apa kórházban, szóval mindig minden dal tartalmaz egy ilyen üzenetszerűséget, és hát Géza zsenialitása, hogy a levelet találta ki. Olyan jó, mert egy levélben mindent le lehet írni, azt, hogy rosszul vagyok, azt, hogy jól vagyok, azt, hogy nem tudom, hogy megkapod-e a levelet Irén, tehát az üzenet eljut-e hozzád. Nagyon szép forma. Nem véletlenül 18 év után megismételtük. Emlékszel arra a viccre a 80-as évekből, hogy elmegy egy emberke Moszkvába, és be kell számolni egy levélbe az itthon maradottaknak, hogy milyen Moszkva. És hogyha piros tintával ír, akkor minden szép és jó, és olyan, amilyennek megálmodták, és hogyha fekete tintával ír, akkor mindennek az ellenkezője, és az első levélben az áll, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, egyetlen egy baj van, hogy nem lehet fekete tintát. Nálatok hogy jött be a cenzúra? Valahogy elsiklott fölötte az akkori kultúrhatalom. Vagy tudták, vagy
vagy nem tudták, vagy ha tudták, nem érdekelte őket, vagy valójában nem volt ez olyan fontos. Nekünk Beremény Géza rendkívül fontos volt, és azt láttuk, hogy a társaink, meg a baráti körünk, meg akik úgy a színházba jöttek, hogy azoknak nagyon fontos. Úgy látszik, az akkori kultúrhatalom másra koncentrált, nem tudom, a filmekre, vagy a nehéz irodalomra. Itt-ott lehúztak egy-egy dalt belőle, mert hogy pessimistának tűnt, de Bereményivel hamar kitaláltuk, hogy 3-4 dallal többet adtunk be, azok nagyon-nagyon kemény dalok voltak, már úgy értem az akkori politikai helyzethez képest kemények, és akkor természetesen azokat lehúzták, és akkor mondtuk, hogy de hát akkor ez már maradhat, amit mi eleve arra szántunk, hogy legyen benne. Hát voltak ilyen apró trükkök, de ez valahány korabeli, gondolom a Brodyék, Szörényék, meg az összes rockzenekar is így csinálták. Szóval mindig beadtak egy súlyosat, és mellé rakták azt, amit eleve már beszámítottak, hogy az meg fogja lenni. Nem, bennünket a cenzúra nem nagyon piszkált ilyen értelemben. És nem vettek észre ilyen nyalánkságokat, már bocsánat, szóval ez Egy világnézeti klub című? Lehet, hogy azt gondolták, hogy ez milyen jó reklám a korabeli világ. Volt ez a röhelyes mozgalom, hogy ilyen világnézeti klubokat alakítottak, és kisztagok jártak oda, és meghányták, vetették a világ dolgait elméletileg, gyakorlatilag vadsörözés, kávézás, csajozás ment. Tehát jó bulik lehettek ezek a világnézeti klubok, fontoskodtak emberek, kólát ittak, cigarettáztak, füstbe burkolták magukat, és azt hitték, hogy rendkívül fontosak. Hát egy vicc volt az egész, a dal pedig lehet, hogy az, aki benne volt, az azt hitte, hogy ez kifejezetten pozitív megnyilatkozás ezekről a klubokról, de hát mondom, ebbe találkoztam annak idején olyan kiszvezetőkkel, akik kifejezetten szorongatták a kezem, hogy a világnézeti klub is megemlítődik, vagy csökevényes agyuk volt, mondom, vagy figyelmetlenek. Ez ugyanaz vonatkozik ezekre, mint magára a cenzúrára. Nem voltunk mi olyan fontos személyek, hogy bennünket olyan nagyon ellenőrizzenek. Ma sem olyan terebélyes ez a műfaj, hogy erre ráállt volna egy kultúrágazat biztonsági szervezete. Nem. Essünk neki ennek a világnézeti klubnak? Úgyhogy ha bölcsész akarok lenni, akkor is nézzük meg ezt a szöveget jobban. Emlékszel a szövegre? Nagyjából így. Egy világnézeti klub. Tágteret mit késnyünk? Számos aktíva, fújja és szívja komolyan a cigarettát. Fordítsuk így, de remek, fordítsuk így, de remek. Feje tetejéről talpára hégelt, passzol még egy cigarettát. Jó, de itt minden második sor nem arról szól. És az a lényeg. És hogy van az Ági és a kávé? Srácok, Erdősági, gondolom Erdősági a klub vezető. Erdősági most beteg. Kár, mert ha köztünk volna, főzhetett volna egy jó kis kávét mindenkinek. De még azt tetszik, hogy egy világnézeti klub, tehát nyújtani tud, amit a készség, hogyan ezt tovább? Alakulásához, plusz még itt a sikerélmény. Sikerélmény volt? Nem tudom, hogy mi volt. Plusz még itt a... Sikerélmény. Azt hiszem, igen. Mármint, hogy a lemez. Hogy a lemez sikerélmény? Nekem? Jó dolgok voltak. Egyrészt egy olyan embernek, aki soha nem számított arra, hogy lemeze lesz, és egyszer csak a kezébe fogadta a korongot, az egyszerűen olyan volt, mintha most nekem egy Oscar-díjat idehozna valaki. Szóval teljesen váratlan, és ugyanakkor titkon megérdemeltnek érzett dolog volt. Géza is, meg én is nagyon boldogok voltunk. És hogy van valóság nagybátyátok? Elutazott tőlünk, hát egy időben igen, úgy gondoltuk, hogy a valóság nagybácsi az nincs köztünk, és csak távolról ír nekünk levelet, hogy ki azért vigyázzunk mellett. Tudom végig a szövegét, elutazott tőlünk, családunk egyik kedves tagja, akit oly hőn szerettünk. Egy valóság nevű nagybátyám, sajnos már nincsen velünk, levelet ír csak nekünk.
Ezek mind ilyen apró üzengetések voltak korosztályunknak, hogy hát ez nem a valóságon benn vagyunk, hanem a valóság az valahol máshol van. Nekem az a furcsa, hogy a korosztály vette a lapot, és az illetékes elvtársak nem vették a lapot, és mindig arra gondoltam, amikor még kamaszkoromban hallgattam, és ugye minden harmadik lány szerelmes volt beléd, és én is mindig harmadik voltam, és azt hittem, azt hiszem, hogy kinőttem belőle. Szóval arra gondoltunk, hogy én legalábbis arra gondoltam, hogy vagy szándékosan nem értik meg, vagy hát tényleg olyan hülyék, hogy nem értik meg. Szerinted? Ez marad egy rejtély, mert felfoghatatlan. Mondom be, én arra gyanakszom, hogy talán nem tartották olyan fontosnak. Réteg műfaj, mondták, hogy nem, ez úgyis csak egy bizonyos világtól elrugaszkodott értelmiségi fajtát érdekelhet, közben nem igaz, mert a levélnővéremnek megjelenése után ma is őrzök leveleket, katonafiúk írtak Szombathelyről, Nyírbátorból, egy vasutas, egy mozdonyvezető írt Túrkevéről. Ilyen, és nem ilyen sztárnak, hanem hogy szervusz Tamás, írom ezt a levelet Túrkevén, a mozdonyt most töltik, és írt az életéről. Tehát igen, csak pontosan értették az emberek, és nem a világtól elrugaszkodott, begőzött értelmiségi fajtának volt ez a dala, hanem egy korosztály, aki látta a világot, hogy hol van. Most tudta, hogy ez nem a valóság maga. Antoine és Desiree. Megpróbálom kihámozni. Egy reggel. Mi lenne, hogy olyant játszanánk, hogy olvasd el, hogy mi lett Desiree sorsa. Én tudom, én nagyon szerettem mindig ezt a Desiree, ugye még mélyebbre süllyed, már úgy értem, hogy erkölcsileg és fizikailag, barátilag. Végül 1987-ben halt meg autóbalesetben ittas vezetés miatt, természetesen nem ő volt ittas, hanem Antoine, nem is ő vezetett, hanem Antoine, de Desiree csak utas volt és meghalt. Csöppet sem, vonzó sorsa legyen, erre tettél. Most én jövök Antoine-nal, ha megtalálom a részt. Antoine társaitól elszakadva valamelyik csalitos tájrészlet felé igyekezett fegyverével, amikor nyakszirtán találta egy eltévedt lövedék. Utolsó szavai állítólag a következők voltak. Én a magam részéről a 70-es években voltam legboldogabb. Két fia meggyászolta őt, s a nyomdokába lépett. Ez még messze van, mert ugye azt írja az írás, hogy 2002-ben. 2002-ben fog meghalni Antoine az írás szerint. Szegény Desiree már 87-ben meghalt. Kaptam is egy szép novellát egy ismeretlen szentendrei fiútól, aki 87 valami decemberre táján postára adott egy borítékot, és abban részletesen kifejti, hogy Desiree hogy halt meg. Szerinte Desiree Szentendrén lett autóbaleset áldozata. Antoine pedig vadásztársaság tagja, valószínűleg nagyokat böfög vadászat után, még most is valahol, nem tudom hol van most, a Makonyba vadászik, vagy hol, mert a vadászok mindig ugyanazokon a nagyon jó területeken vadásznak. Tehát Antoine vadász, hát sajnos ez a sorsát a Bereményi leírta, és Antoine nem kerülheti el. Hát már csak 5 éve van. 5 éve van, és ezt fogja mondani, hogy én a magam részéről a 70-es években voltam legboldogabb. Hát ez persze a Bereményi mondata, illetve ez egy önvallomás. Én is így vagyok vele. Én is a 70-es években voltam a legboldogabb. Azért az volt egy olyan idő, amikor fiatalon, nagyon fiatalon, erőnk tejébe, képességeink birtokában mindent tudtunk csinálni. És hogy van most Antoine? Antoine, mondom, vadászik. Hát most már valószínűleg új vadászfegyvere van, valószínűleg Belgiumból hozatja, valószínűleg az olasz kocavadászokkal együtt lövik a tiltott magyar állatokat halomra. És az irodája milyen? Az irodája? Hát az, hogy 8 marok telefonja van, az volt biztos. Csiroki jippel jár, és ilyen... Ez a műanyag suhogó nadrág kabátban, ez a, nem tudom, hogy ez a, amiben... Joggingban van, és mi kell neki még Antoine-nak, ami kell itt ma mindenkinek? Nagyon kell neki, nagy aranyláncot hord, állandó éjjel-nappal rajta, vadászat közben is, majd óra bukik. Milyen van még ma Antoine-nak? Testőre is vannak, biztos.
biztos. De ezt a lövést nem tudja kikerülni, az le van írva. Fehér babák takarodója. Élnek-e még? Az egyik, nekem a két kedves lemezem van, az egyik a Fehér babák takarodója. Olyan szép, és olyan keveset írtunk lányokról, pedig hát az életünknek egy bizonyos szakán van. Éjjel-nappal szerelmesek voltunk, és nőügyekkel voltunk tele. És ez egy olyan szép lemez, az összes megtörtént szépről, rosszról. Nagyon szeretem ezt a lemezt. Nagy hiba lett volna, hogyha ezt nem írjuk. Meg egész elfogódottan beszélek róla, és a vége is szép. Egy vőlegény jön majd helyettünk. Szálas lesz, és 81 kiló. Igen, nem mi leszünk, akik ezeket a lányokat elviszik, mert ez mind az új kor, új embere viszi el. Olyan kedvesen szomorú az egész lemez, és szép. Még Antoánnak is van esélye a mai lányok, azt hiszem. Hát pénzért bárkit megvehet Antoánnak, mert tele van, valószínűleg olajból van, szőkítésből van pénze. De hát neki nem probléma lányt szerezni, nekünk volt problémánk állandóan, mert udvarolni kellett, cseleket csinálni, cserkészni, kutatni, próbálkozni. Igen, mi még nem készpénzért vettük a lányokat, hanem szerelemért, nagy adag szerelmekért kaptunk néha ezt-azt. És a lányok még el is mentek veletek? Hát, nem sok. De itt már ezen a lemezen föltűnik a feleségem. Az egyik fotón ott van egy homályos képen a feleségem, aki azóta is a feleségem. Éva, aki kibírta? Igen. Mit kellett kibírni? Hát sok mindent. Ez az életmód, az, hogy az ember énekel, meg utazik, megy. Enyhén szóval idegbajos egy fellépés előtt, meg utána ezt azért valakinek. Ja, tehát az ember közvetlen környezete ezt nem tudja kikerülni, és oda egy komoly ember szükségeltetik, vagy hát a jó szerencs és a jó szerencs úgy akarni, akkor kell egy olyan ember. Vagy olyan ember van körülötte, aki ezt tolerálja, eltűzi, elsimítja, biztonságot ad. Hát ezek olyan elcsépelt dolgok, minden művész ember ilyesmiket mond a feleségéről, hogy nélküle nagyon nehéz lenne, de ez bizony így van. Kell egy jó édesanyja, kell egy feleség, akik tűrik embernek ezt a fajta életmódját. Ez együtt jár néha itallal, éjszakákkal, idegeskedéssel, kudarcokkal, amiket az ember nem tud megemészteni, és miután nem külön élünk, ugye ugyanabban a lakásban csapdosnak a villámok, hogyha az ember jó, ugyanott tör ki az örön, azt a környezetnek valahogy el kell viselnie, ha lehet. Igen, a múlt héten munkába menet a piros lámpánál. Igen. Van erre is dolog, vagy ezekre a fajta dolgok. Az ember nem mindig azokon veri le a dolgait, akiken kéne, hanem igazságtalanságok is fakadnak a... Műcsarnok. Na, nagyon szeretem ott az Adit, meg a Lee Van Cliffet, Petőfi halálát. Én kiszúrtam magamnak a dal a ravaszdi Shakespeare Williamről, igen. És azért szúrtam ki, mert Richard királynak szép pupja van. Emlékszel arra a részre? Hogyne. Valószerűtlen púpot a háton valószerűvé tenni kell. Méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpig el. Tehát, hogy a világ púposabb legyen, mint én, és akkor nem az én púpomat nézik, hanem a világ meggörbett idiótabb púposát. És erre döbbent áll Richard, hogy az egész világot megnyomorítja, inkább csak az a saját púpján tűnjön. Egy nevezetes magyar, már azóta halott magyar állapotfilm. Gondolkozom mindig, hogy én kell. Jó, tovább is van, hogyha egy gigászi gerinc is van. És hogyha ez a gigászi gerinc, tehát a világ háta is hajlik, Richardnak púpja nagy mintát követ, tehát akkor Richard púpja tulajdonképpen nem egy esetlen púp, hanem a púpos világ, ő egy divatfi lesz majd. Nyomorítsd meg a világot, és a te nyomorúságod egyszerűen divat jelenségé változik. Hát igen.
az utolsó sor ennek. Valószerűtlen púpot a háton, valószerűvé tenni kell, méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpig el. És ha egy igazi gerinc is hajlik, Rihárnak púpja nagy mintát követ, meggörbett időben meggörbett férfi, legelső divat fi még lehet. Viszkető háttal bámuljuk őt, idők hajlását felismerőt, mert Rihárd király a nagy vég előtt négy felvonásra divatra jött. Négy felvonásod lett, 40 év. Nem tudom, Bereményi Gézát kell kérdezni, ő az író. Én mint énekes, amikor énekelek, én mindig valamiképpen magamévá teszem a dalokat, és én arra gondolok, amire nekem szükségem van. De a Bereményi Géza az író, ki tudja, hogy mire gondolt. Én csak egy szövegmagyarázó vagyok most. De neked nem viszket a hátad? Nem. Nem rólam szól a dal. Nyilvánvaló, de valahogy benne volt az az idő, és valahogy benne van. Korrajzok ezek a dalok. Furcsa lesz ezeket majd 2030-ban vagy 2040-ben, ha egyáltalán még akkor előveszik az emberek meghallgatni. Elég pontos képet rajzolnak le ezekről az évtizedekről, amikben mi éltünk, meg tevékenykedtünk. És arról, hogy micsoda kacskaringók jellemzik szívünk útjai. Igen. És hogy áll Dosztojevszki az ördöggel? Hát hogy, hát ott van a dalban. Még mindig ott a ház mögött, és még mindig azt mondja, hogy nusta. Hát ez súg. Ott sustorog a Dosztojevszki háta mögött. Fyodor Mihajlovics háta mögött ott van az ördög és Sándor. Vitában vannak. És törvényszerű, hogy lesz egy fanyar, fura kanyar? Hát az emberek életében bekövetkezik. Dosztojevszki életében is bekövetkezett ez a furcsa kanyar, amire ő nem számított, az ördög mondta neki, hogy Fyodor Mihajlovics, hát ez nem így fog menni egész életen át, ahogy maga itt gondolja, és szépeket gondol magáról. Nagy író lesz, könyvei jelennek meg, híressé fog válni Fyodor Mihajlovics. És figyelje meg csak, hogy majd akkor mit gondol Fyodor Mihajlovics, amikor majd híres lesz, és könyve jelenik meg, amit most még nem hisz magáról. Hát igen, ilyen értelemben nem volt, és neki sem volt könnyű dolga. És aki mondjuk hírre berekszi magát, az meg is súlyítja ez meg az. Könnyen kerülhet bajba az ember. De mi Bereményi Gézával azért abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mindig, ugye ketten voltunk. Géza írja a szöveget, én a dallamot előbb, ő a szöveget. És mindig, ami a dalokkal történt, ami a dalok sorsa lett, történt ez meg az, azt mindig meg tudtuk beszélni. Tehát nem egy ember döntötte el a dolgokat, hanem mindig kettő. És ez sok hibától megóvott bennünket. Úgyhogy az ördög hiába sustorgott nekünk, ketten könnyebben cselesztünk. De Tamás, mostanában csúcsforgalom van a damaszkuszi úton, és gondolat helyett gondolatmenet, és mindenféle ilyen disznóságok. Hogy érint ez benneteket a régi kollégák és a közönség? Nem fordult meg azon a bizonyos damaszkuszi úton? Nem, mert a mi dolgunk annyira egyszerű és érinthetetlen, mert a dalok megszületnek, amíg lemez lesz belőlük, addig lesz lemez, amíg énekeljük, addig elhangzanak. Itt mi nem nagyon tévedhetünk, csak hogyha véletlenül meghibbannánk, vagy hirtelen a, nem tudom, valami kő a fejünkre esne, és megváltoznánk. És akkor, ha hamis üzeneteket kapnának azok, akiknek énekelünk, akkor történhetne baj. De hát remélem, az nem következik be. A front átvonulás? Mindegyiket szeretem. Ez az első, amiben sok a szöveg. Amiben próza van, igen. Sok próza volt, és ezt nagyon nehezen emésztettem meg, mert hát ha énekelni tudok, akkor jó rendben van, de a prózát, tehát a közte lévő prózákat, ez nem volt egyszerű, de nagyon belejöttem, azért, mert szerettem, és úgy könnyű megtanulni, vagy csinálni valamit, hogyha szereti az ember. Végül is mindegyiket szerelemből csináltam, és ezért mindegyiknél könnyű dolgom volt. Az utóirat szintén. Ez tulajdonképpen gyűjteménye, akkor volt, hogy abba úgy volt Bereményi Géza 82-ben azt mondta, hogy nem ír több dalt. És akkor mondtam neki, hogy mert ez nem összeveszés volt, sokan azt hiszik, hogy mi összevesztünk. Nem. Géza azt mondta, hogy túl nagy súly nehezedik a dalokra, túl sok az elvárás, a körülöttünk levő világ, mi nem akartunk ilyenek lenni. Nem. Ő nem ír több szöveget, és 7 éven át nem is született egyetlen dal sem. Gézával, jó, Csengei Dénessel megszületett egy A mélyrepülés,
egy műsor, de Gézának mondtam, hogy akkor legalább azokat énekeljük lemezre, azokat a kedves dalokat, amik valahogy nem fértek bele se a Fehér babákba, se a Műcsarnokba, se a Frontátorlásba, és akkor ezen a dupla albumon ezen olyan dalok vannak, amik mind a kettőnknek mindig kedvesek voltak, de sehova nem akart, nem sikerült oda passzítani, még más címmel se. És azt hiszem a Jóslat is ilyen lemez, ez is egy, hogy gyorsan kiadni még, mert aztán már ugye ezeket nem fogja más elénekelni, csak én. És akkor ez a két lemez úgy született, hogy legyen meg. Ezek a dalok marad, jó, abba hagytuk a dalírás, de akkor ezek a dalok, amiket már megírtunk, meg nagyon kedvesek voltak, ezek maradjanak meg. Hát aztán nem így történt, mert 89-ben egyszer itt ebbe a kertbe, ott a felső kapunál ment ki a Géza, mert mi azért sűrűn találkoztunk, meg látogattuk egymást, és beszéltünk az időjárásról, kutyáról, macskáról, a szőlőtermésről, csak a dalokat nem említettük soha, hogy az létezik-e vagy sem, egyáltalán a múltunk, vagy, meg hogy dal, meg hogy mi talán értünk hozzá, vagy sem. És akkor ment ki a Géza, és mondta, hogy tehát holnap nem jössz át hozzám szepezzen, és akkor mondtam, hogy de, és akkor visszafordult, és mondta, hogy akkor hozzád a gitárodat, nézzük meg, hogy tudjuk-e még. Másnap rosszul voltam, hány ingerem volt, olyan izgalom vett erőt rajtam, mert tudtam, hogyha akkor át, mert mentem át, vittem a gitárt, hogyha akkor valamit nem jól csinálunk, vagy rosszul csinálunk, vagy kudarc ér, akkor ki tudja, hogy mennyi ideig. Lehet, hogy akkor soha nem írtunk volna már több dalt. De hát akkor megszületett pár hét alatt az új dalok. Ömlött belőlünk a dal, ami 7 év alatt le volt folytva, az egyszerűen kirobbant. Olyan volt a világ is, 89 táján változott a világ is, tehát... Megmondani valóban a Géza soha nem szenvedett hiányt, szóval mindenről mindig minden gyönyörűség eszébe jut. Nyugati pályaudvar. Elindulunk valahová? Hát az már az az idő volt, amikor betört a pénz, és a fogyasztói társadalom nálunk is kibontotta hatalmas albatrosszerű szárnyait, és kereskedők, izzadt kufárok rohangáltak a városba, és szupermarketek épültek, és a nép egyik fele odaözönött, a másik fele meg maradt szerencsétlen. Hát két régi szereplőnket, Vizit meg Ecsédit. Hogy vannak? Hát a sorsuk ilyen módon változott meg, hogy akik valamikor a frontátvonalás idején a keleti pályaudvaron azt nézték, hogy mennek-e Magyarországról vonatok, vagy nem mennek, azok közül Vizi bevezett a pénzvilágba. Esetleg Antoánnal vadászik? Hát lehet, hogy Antoánnak vadászpartnere, de Vizi régi társa Ecsédi pedig egy lecsúszott, továbbra is az emberi karrier, fényes karrierre nem számító, vagy abban nem, Ecsédi továbbra is egy kis szerencsétlen tébláb ember, mindent elhisz, hogy itt egy ragyogó új világ lesz, azt is elhiszi, hogy még az emberek szava még mindig érvényes, elhiszi, és megy utánuk, és hittel keresi az ő barátját, Vizit, és egyszerűen nem is érti, hogy Vizi hogy változhatott meg ennyire ott benne a szupermarketben. De aztán Vizi elmagyarázza neki, hogy mit kell csinálni ebbe a mai világba, Ecsédi. A mai világba, hogy mit kell csinálni. Pénzt kell keresni, Ecsédi, és te vagy a világ ura. És Ecsédi nézi ezt az elhűlt Vizit, és hát közben egy gyermek is születik valakinek. Tímeának babája, nyáron fogant. Igen, hát az egészet úgysem lehet elmondani, ráadásul nekem ez a legkedvesebb, a Nyugati pályaudvar az a legkedvesebb lemezem. Tudom, hogy ezt kevesen hallgatják végig, mert ez szinte végig próza, de ez egy nagyon komoly haditett volt a Géza részéről, és azt hiszem az én részemből is. Ezt nagyon nehezen is tudtam színpadon csinálni, mert rengeteg erőt vett ki belőlem. Ez is egy levél. Ez egy levél? Igen. És a második levél nővéremnek 2. Felmerült a Katona József Színházban, aminek a tagja vagyok, hogy föl kéne újítani a régi műsorokat, tehát a levél nővéremneket. És ez ugyan
mind a ketten, a Géza is, meg én is gondoltuk, hogy hát ez csak úgy lehet, hogyha másik Jánossal a régi hármas csinálja. És felhívtuk a Jánost, és mondta, hogy hát persze igen, de csak akkor, hogyha új. Tehát ha új levelet írunk. És megíródott a levél, az új levél, 18 év után a második levél Irénnek. Azért van ott a levél nővéremnek kettő, mert hogy hát ha lesz még egy harmadik. De hogyha ilyen tempóban írunk levelet, tehát 18 évenként, akkor ahogy kiszámítható, hogy 2010-valahányban lesz a harmadik levél szegény Irénnek, ha még él. És eszembe jut a 70-es évekbeli népszerű vicc, hogy a magyar értelmiség előtt két út van. Igen. Melyik verziót ismered? Nem tudom, hogy az egyik az alkoholizmus, nem az? Igen, a másik járhatatlan. A másik járhatatlan. Másik verzióban az egyik a diszidálás, és a másik járhatatlan. Hát igen, sokan akartunk diszidálni abban az időben. És a legkisebb Királyfi itthon maradt szerencsétlenül. Ez is egy vicc? Nem, ez ja? Egyet Péter, azt hiszem, Cseke László. Mind a ketten elsütötték, hogy ki volt az eredeti, ezt nem tudom. Sikerült szerencsét próbálni? Nem, mi kalandvágyból itthon maradtunk. Ez is egy strép, vagy egy korabeli vicc. Nem, én igen, nekem túl sok barátom ment el, és én 68 után, 70-es évek elején én szerettem volna, nem szerettem volna kimenni, hanem hogy én itt ebben az országban nem élek tovább. De hát pár nap elég volt Párizsban, hogy belássam, hogy nem, vissza kell jönni a kis, koszos, gazos Magyarországra, hogy nekem itt a legjobb. Hála Istennek. Nem sodort el valami szél ott, mert életemben először lehettem nyugaton, tehát megbabonázott. Már 30 éves elmúltam. Akkor megláttam, hogy milyen a világ, milyen a szép világ, a szabad, ahol szabad, sok mindent. Hát persze csak a napsugaras részt láttam, de az bódító volt. Csak aztán úgy eszembe jutott a kicsi magyar haza, hogy azzal mi van a kis porossal, a kis piszkossal, a kis szürkével, a kis fénytelennel. És hát nagyon jó volt visszaiszkolni az itteni kis albérletekbe, kis lyukakba, dalokat költeni izzadtan, kocsmaszagúan, egy-egy lányjal oldalunkon, vagy nem az oldalunkon, barátokkal a járda szegélyen éjszaka. Ezek a dalok ide születtek, itt születtek, más helyzetben. Nem. Én nem is tudom, mit csináltam volna ki. Bárhova mentem volna, azt hiszem az lett volna az egyetlen programom, hogy hazajussak. Dolgoztok Bereményvel? Le van folytva már, aminek le kell folytódnia. Remélem, hogy kisebb fajta vulkánszerűen. Majd dalok jönnek elő. A nyár végén vagy ősszel. Akkor szoktunk itt errefele, mert akkor minden elcsöndesedik, megszelidül a Balatonpart, a szél, minden kedvesebb, nyugodtabb. A családok hazamennek, mert iskola kezdődik, és akkor itt más nem is lehet csinálni, csak dalt írni, dalt. Én dallamot, a Géza meg csak a szavakat, meg a szavakat. Esetleg ilyen kulisszatitkokat, hogy mi a téma? Föl sem erül. Ezt mindig Géza dönti el abban a pillanatban. Én mindig dallamokat szállítok, tele érzelemmel és mindenféle belső elhatározásokkal. És ha ő benne megpendítez valamilyen húrt, ami foglalkoztatta aznap, vagy álmodott valamit, vagy meglát, mindig abból ír éppen, ami jár a fejébe. És amikor sokat írunk, tehát ír a Géza, amikor sok dal születik, mondjuk 20-30, akkor egyszerűen mutatják a dalok, hogy ők miről szólnak. Szóval nem kell címet keresni neki, illetve hát valamelyikben ott a cím szinte, hogy az az évad arról szólt való. Szóval a dalok megmutatják, hogy hogy miről íródik tulajdonképpen ez a dal füzér, hogy ennek az a szakasza milyen címet viseljen, az szinte magától értetődő. Szóval ilyen soha nem is volt, hogy előre megtervezve, hogy na most erről fog szólni. Ilyen. Se dal nem született így, sem műsor pedig. Szóval dalcsokor meg végképp nem. Meg kell írni egy 20-30 dalt, abból már fog látszani. Mások kávézacból
meg csirkebelekből jósolnak, vereményi pedig a dalokból. Kiszedjem? Jósol. Esetleg bakelit lemezről? Már nem lesz bakelit lemez, már csak CD lesz, CD? Meg kazetta. CD-k lesznek, igen, ha lesznek még, akkor CD-n fognak megjelenni a dolgok. Csak előbb még a daloknak kell megszületni. Az a legizgalmasabb része az egésznek, a dalírás. Az olyan, mint egy kicsit a szülés. Fájdalmas és izgalmas és örömteli. Már a többi, a CD, az már egy... Az olyan, mint az első áldozás, szóval akkor már... Az egy nagy ünnep, de akkor már a gyermek megvan. Én most 3 hete már nem vettem elő a gitáromat, és ez még így marad még 2 hétig. Nagyon izgatott vagyok, hogy mi van. Ott, itt van a szobában, a szekrény tetején, leápolva. Nem is eresztettem le a húrokat, pedig azt le kellett volna, de készen arra, hogy bármikor oda nyúlhassak és elővegyem. Olyan furcsa lesz. Hiányozni fog már nagyon. Már hiányzik. Beszélni kezd. Olyan, mint hogyha a szeretők, ha sűrűn látják egymást, az egy kicsit elunalmasodik. Izgatott vagyok, hogy mi van vele, mi van benne.